Sziasztok, én Magyarorsi Csaba vagyok, és a netizei mai adásában azt vizsgáljuk meg, hogy mitől lett okos a tévé. Pontosítsunk, mert a tévék igazából tök hülyék. Nem mossák ki az oknit, nem hozzák vissza a csontot, ha eldobod nekik. És beszélgető partnernek különösen bénák. Viszont manapság már simán hozzá tudsz kötni egy set-top boxot a lapos tévéhez, és az előfizetett szolgáltatásoknak köszönhetően egy csomó jó pofa funkciót tudsz előkényszeríteni belőle. Ettől persze még nem lesz okosabb a tévé, de hogy klasszikus értelemben egy monitor is szefos, amihez viszont, hogyha hozzá kötsz egy számítógépet, akkor már egészen intelligens tüneteket képes produkálni. Na pont ezt a feladatot látja el a tévénél a set-top box, ami ráadásul ma már nem is olyan ritkaság, hiszen csak a Telekomnál van 500 000 internet alapú televízió előfizetés, IPTV, és ez még nem is a piac egésze. Lássuk, milyen szolgáltatásokat tudják ezek könnyebbé tenni az életünket. Egyrészt a televíziók sokszor bénáska menüje után kapsz egy egész pofás grafikus felületet, amin keresztül egy csomó hasznos információt elérsz, például a műsorúságot, és a műsorúságon belül meg egyes csatornák esetében meg tudod nézni azokat a műsorokat, amik már egyszer megtörténtek. De a set-top box eleve rögzít, amint oda kapcsolsz egy csatornára, elkezdi felvenni az adást, és ezt jó másfél órán keresztül teszi, ami azt jelenti, hogy ha valami jelenetről lemaradtál, vagy nem értetted pontosan, akkor simán visszapörgetheted a felvételt. Sőt, ha egy pillanatra megállítod az adást, hogy kimenj a WC-re, mert a világtörténelem legrosszabb hasmenése jött rád, akkor is jó másfél órát ad befejezni a projektet, hogy visszaérjél és ott folytasd a filmet, ahol abba hagytad. Aztán egy rendes IPTV szolgáltatásnál van filmkölcsönző, amiből 600 forintért már igazán menő filmeket tudsz kikölcsönözni, sőt, a Telekomnál van moziklub is, ami havi 1500 forintért több száz filmhez ad hozzáférést. Vannak alkalmazások, hogy el tud olvasni a legújabb híreket, vagy hogy lásd a tőzsde mozgását, esetleg az időjárás változásait, sőt, van horoszkóp is. Az már nagyon-nagyon kellett, nagyon-nagyon kellett a horoszkóp. Mindjárt meg is nézem, hogy mit fogok ma csinálni. De mondjuk nekem a legjobban azt tetszett, hogy más szolgáltatókhoz képest például pont a Telekomnál mennyire intelligensen lehet összepárosítani a tévét a telefonoddal, hogy onnantól kezdve azzal tud irányítani az adást. Nem kell mindenféle elcseszeti jelszavakat beírogatnod, amiket én simán elfelejtek az ilyen szolgáltatásoknál, amikhez nem kell minden nap beírni valamilyen jelszót. Szóval, hogy ezeket el szoktam felejteni, de a Telekomnál meg sem kell jegyezni, mert megjelenik egy QR kód a tévén, és azt elég beolvastatni a telefonoddal, vagy a tévén megjelenő kódsort bepötyögnöd, és onnantól kezdve a kettő már össze is van párosítva. Sőt, ha nyaralás közben jut eszedbe az a szörnyű gondolat, hogy elfelejtetted otthon beprogramozni a bévácsot, akkor sincs semmi probléma, mert az appon keresztül ezt megteheted a távolból is. Illetve a mobilodról, meg a számítógépedről is megnézheted a tévéműsorokat, amikre előfizettél. Szóval mindennel összefügg. És a hét hírei! Megvalósul a Conteosok parája, az amerikai kormány agyba építhető csippen dolgozik, ami megérti a gondolatainkat. A cél, hogy a katonákból mindenféle gondolatolvasó kütyük segítségével szuper katonákat varázsoljanak, de azért elég magas a parafaktor. Az oszlói egyetemen készítettek egy drónt, ami képes volt 61 kilót felemelni, ez rekord. Ha így megy tovább néhány év, és kocsikat is kiszállítanak az Amazon drónjai. Taxis demonstráció volt Budapesten az Uber ellen. A taxisok problémája az, hogy az általuk kikövetett magas tarifák és előírások nem vonatkoznak az Uberesekre, szóval, hogy olcsón utazhatunk. A másik oldal persze az, hogy az Uber meg kb. Egy fillér adót sem fizet Magyarországon. További izgalmak várhatók. És a hét izéje. Egy adatbiztonsággal foglalkozó cég lehozta 2015 leggyakrabban használt jelszavait. Ezek az 1, 2, 3, 4, 5, 6, a password és az 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kétségbejtően hülyék tudunk lenni. Én Magyarorsi Csaba voltam, találkozunk jövő szombaton is a netizeiben valami újabb, szuperaktuális témával. Ide kattintva iratkozhattok fel. Sziasztok!